Keringő. Arra ébredek, hogy valaki rázza a vállamat. Azt mondja közben többször egymás után, hogy boldog új évet sárikám, fel kell most már szépen kelni, fel kell kelni és fel kell öltözni, sietni kell, mert nincs más sok idő hátra. Zuga a fejem és szédülök is. Nem is tudom, hogy hol vagyok. Aztán eszembe jut, hogy Ilonka él. Anyáik idehoztak hozzá, hogy nála szilveszterezzek hogy ne legyek láb alatt a nagy buliban, amit otthon tartottak. Ilonka néni költöget, ő mondja, hogy boldog évet, ő dug egy csuport az orrom alá, így a megszépen, ő mondja azt közben, hogy káposztalé, ez majd helyre tesz. Úgy látszik megártotta a tojáslikőr, amit szegény Virgil bácsi emlékére ittunk, nem kellett volna hagyja, hogy megígyem az ötödik pohárkával is, de olyan jó ízűen ittam, nem volt nemet mondani. Felülök, forog velem a szoba. Megfogom a csuprot, a káposztalé hideg és úgy pezseg, mint a borvíz. Először el akarom tolni magamtól, de aztán mégis belekortyolok, és inni kezdem. Egyszerre érezem, hogy szomjas vagyok, és hogy a káposztalé oltja a szomjam. Kortyolok, és eszembe jut, hogy ünnepeltünk Ilonka nénivel, hogy mutogatta a régi ruháit és a régi cipőit, és a régi bundáit, és a régi harisnyáit, hogy mutogatta a nagy albumokat a fényképekkel, amiket Virgil bácsi csinált saját magukról. Leengedem a csuprot. Ilonka néni kimegy a kis szobából, hátra néz, rám szól, hogy öltözzek gyorsan, mert mindjárt kezdődik a koncert, sietni kell, nem szabad elkésni. Megszólalok, kérdezem, hogy milyen koncert. Ilonka néni vissza kiállt, hogy majd meglátom, meglepetés. Öltözzek gyorsan, Öltözzek szépen. A ruháim ott vannak az ágy végében. Felveszek mindent. A harisnyám, a himzett blúzom. A fekete szoknyán szerencsére már alig látszik a folt. Ott, ahol ráöntöttem a tojáslikört, amikor kiesett a kezemből a pohár a nagy nevetéstől. Ilonka néni rögtön beszólt a bikarbónával. Mondta, hogy nyoma se lesz, egyet se És tényleg alig látszik már. Anyáiknak nem is fog kelleni elmondani felveszem a virágos bőrnyakláncomat, aztán felteszem a csillogós hajpántom is, felhúzom a lakcipőm, kimegyek Ilonka nénihez. Ilonka néni is felöltözött, most nem abban a virágos ruhában van, amiben az éjszaka ünnepeltünk, kosztüm van rajta, blúz, leveleket formázó ezüst nyaklánc. A lábán sötét zöld pántos cipő. Rám néz, azt mondja, anyáik csak délután fognak értem jönni, majd csak a koncert után. Kérdezem, hogy vegyem a kabátom? Ilonka néni azt mondja, nem kell, a koncert itt lesz, a nagy szobában. Jöjjek, segítsek, vegyük le megint a ponyvákat a fotelekről. Már tudom, hogy kell csinálni, amikor jöttem, akkor is ugyanígy kellett. Ilonka néni mondta is, hogy külön az én tiszteletemre veszi a fotelekről a védőhúzatot, legyek jó kislány, becsüljen meg magam. A ponyva zöld, fényes, zörgős műanyag. Suhog, ahogy leúzzuk a fotelről. Nem értem, Ilonka néni, minek tette vissza, ha most úgy is le kell venni. A fotel hímzett nézem. Csupa virág és madár. Ilonka néni azt mondja, mindig le kell takarni, amikor nem ülünk benne. Attól marad ilyen szép. Nézzen meg, milyen szép. Olyan, mintha tiszta új lenne, mintha egyáltalán nem fogna rajta az idő. Várom, hogy leüljön, de nem ül le. Azt mondja, segítsek. Oda megy a komódhoz, amelyiken a letakart tévé van. Azt mondja, vegyük le arról is a ponyvát. Szép óvatosan, mert nagyon szűkre van varva. Ilonka néni tegnap este azt mondta, a tévé nem jó, el van törve. Hiába könyörögtem, nem engedte, hogy megnézem rajta a szilveszteri műsort. Azt mondta, tud sokkal jobb szórakozást, és előhozta a kamrából a fényképes dobozt és a nagy befőttes üveget a tojáslikörrel. Megfogjuk a ponyvát, elkezdjük lehúzni a tévéről. Azt várom, hogy beleszörve a képcsöve. De ahogy lejön róla a ponyva, látom, hogy nem igaz, nincs is betörve. Csak a bekapcsoló gomb mellett hiányzik róla egy darabon a faburkolat. Az alkatrészek közül egy leukoplasztal betekert csavarhúzó nyél Ilonka néni összehajtja a ponyvát, a tévé mellé teszi, kiúzza a komód legfelső fiókját, egy recés szélű kendőt vesz elő, rá lehel, kezdi vele a tévé képernyőjét. Azt mondja, szarvasbőr, Virgil bácsi volt, jegyezzem meg, hogy ez a legjobb, semmit se karcol meg, semmi se hagy semmilyen nyomot. Látom magam a tévé tükrében, magamat is és az egész szobát is. A diványt, a kisasztalt, a foteleket, az ablakot. Az arcom nagyon sápatnak látszik a képernyő üvegében. A tévé görbülete megnyújtja és megöregíti. Megkérdezem Ilonka nénit, hogy mit fogunk megnézni. Ilonka néni azt mondja, ez az újévi koncert, a leges legszebb dolog a világon, majd meglátom, hogy milyen gyönyörű lesz. Kint a konyhában ütni kezd az óra, Inonka néni megnyomja a gombot, a tévé zúgni kezd, más nem történik. Inonka rávág az oldalára, a gyűrűje nagyot koppan. A képernyő közepén egy kis pont kivilágosodik. Inonka megint megüti, a pont csíkká szélesedik, lefelé csúszik, eltűnik, aztán megint ott a képernyő tetején, felülről lefelé csúszik. Inonka néni harmadszor is rávág, Rám szól, hogy üssem meg én is az én oldalamon. Megüttöm, a tenyerem nagyot csattan, nem történik semmi. Ilonka néni azt mondja, nyúljak be hátra a tévé mögé, keresse meg az antennakábelt, az lesz az, amelyiknek recés a borítása. Hátra nyúlok, a tévé műanyag hátlapja mögött kotorászik a kezem, találok egy kábelt, megfogom. Ilonka néni azt mondja, keressen meg rajta azt a részt, ahol lefoszlott a borítása. Ne féljek, nem fog megrázni. Csúsztatni kezdem az ujjaim a kábelen. Érzem, hogy csupa por. Aztán egy darabon ragacsos, mintha ez is leokoplasztal volna betekerve. Aztán érzem, hogy vékony drótok csupa szövedékét markolom. Kicsit szúr, liba bőrös lesz tőle a karom. A képernyőn futócsík megáll, kiszélesedik, a képernyő csupa színes szemcse, a színes homokot szitálnának benne. A homok mögött fehér virágokat látok, rózsákat, aztán liliomokat, aztán olyan virágokat, amiket nem is ismerek, szívalakú virágok, és hosszú fehér ormány nyúlik ki belőlük. Ilonka néni azt mondja, ez az, most jó lesz, ne engedjem el. Megint a tévére üt, a kép már egyáltalán nem fut, de még mindig csupa szemcse. Ilonka néni azt mondja, ez a szegény tévé sose volt jó, Virgil bácsi tudta egyedül, hogy hogy kell megszerelni. Mindegy, mert úgyis a hang a lényeg, tartsam szépen a kábelt, ne engedjem el, mert akkor elmegy az adás. Megfogja a csavarhúzó nyelét, megtekeri, a szoba egyszerre megtelik zúgó, recsegő, sistergő zenével, fűsiketítve hangos. Ilonka néni felszissen, megrángatja a csavarhúzót, a zene elhallgat. Látom, hogy a képernyőn a színes homok mögött egy nagy hangversenyterem van. A színpadon egy egész nagy zenekar. A közepén egy karmester. A termet is látom. Nagyon nagy. Sose láttam még ekkorát. Ilonka néni megfogja a csavarhúzót, kirántja a tévéből, visszadugja, nyomogatja a nyelét, hallom, hogy a tévé belsejében recseg valami, a zene felhangosodik, most már sokkal tisztábban szól. Ilonka néni éles szögben tartja a csavarhúzót. Azt mondja, menjek óvatosan át az ő oldalára, de úgy, hogy az antenna ne engedjem el. Nyújtózkodnom kell, csak úgy tudok elmenni a háta mögött. A mellem a hátához ér. Érzem, hogy valami sűrű parfümöt fújt magára, mást, mint amit egyébként viselni szokott. Azt mondja, a szabad kezemmel fogja meg a csavarhúzót óvatosan, az érintkezésnek nem szabad elmozdulnia. Megfogom a csavarhúzót, érzem, hogy naftalin keveredik Ilonka néni parfümjébe. A vastag gyapjú köztüm ujján felposzlott az anyag, a szálai a bőrömhöz Nagyon kényelmetlenül állok. Félkézzel átnyúlva a komód fölött, mintha egyszerre akarnám átölelni a tévét is, és Ilonka nénit is. Ilonka néni azt mondja, ez az újévi koncert, élőben adják egyenesen Bécsből. Minden évben megnézték Virgil bácsival. Tudja meg, hogy Virgil bácsi nagyon szépen tudott keringőzni. Ő volt a legjobb táncos a városban. Még a legügyetlenebb lányokat is úgy tudta megtáncoltatni, hogy azt érezték igazi táncosok ők is. Tudta, hogy kell megfogni a derekukat. Tudta, hogy kell vezetni őket. Ilonka néni félig elfordul, rám néz, Mindjárt el fogja engedni a csavarhúzót, úgy tartsam, hogy ne mozduljon el szépen érzéssel. Fogom. Ilonka néni elengedi a csavarhúzót, már csak én tartom. Ilonka néni azt mondja, nagyon jó. Legugol, átbújik a karom alatt, ellép mellőlem. Hátrál egy lépést, azt mondja, jó lesz. Tartsam ügyesen a csavarhúzót, szorítsam szépen az antennát. A tévé felső részén levő kerek gombhoz nyúl, annyira elcsavarja, amennyire csak bírja. A zene hirtelen nagyon hangos lesz. Ott bömböl egyenesen a fülem mellett. A tévé tükrében látom, hogy Ilonka néni oda az egyik fotelhez, belezökken. A vibráló szemcsék szétszedik az arcát, a szédítő látvány, annyira, hogy egy pillanatra be kell hunnyam a szemem. A zene nagyon hangos, egészen tisztán szól. Hiába csukom be a szemem, a képernyő ott vibrál a szemhéjem mögött. Érzem, hogy meg fog fájdulni a fejem. Bizsergő és viszkető érzés. Hátul a tarkomnál. Lent, a bőr alatt, hajszálak gyökerénél. Ilonka néni megszólal, mond valamit, a zene először elnyomja a hangját, de aztán mégis meghallom, a keringőről magyaráz, hogy a legszebb és a legmegunhatatlanabb zene, annál nincs semmi csodálatosabb, Kinyitom a szemem, a képernyő még mindig nagyon szemcsés. Innen oldalról alig látszik rajta valami. Egy vonót látok, aztán közelről egy hegedű nyakát, aztán egy kormesteri párcát, kürtöket, messziről az egész zenekart és a színpadot, középen a kormestert, ahogy vezényel, megint virágokat, aztán az egész termet. Hallom, hogy Ilonka néni azt mondja, mindig szeretett volna elmenni Bécsbe, szeretett volna egyszer személyesen ott lenni ezen az újévi koncerten. Milyen csodálatos dolog is lenne egyszer igazából ott lenni, ott ülni és ott tapsolni abban a gyönyörű csupa virágteremben. Ahogy ezt mondja, a képernyőn egy pillanatra megjelenik a közönség, az első sort mutatják, én tükörképe rájuk kopírozódik. Nézem, hogy mosolyog. A fülemmel zúgva és recsegbe tam-tam-tam tatázik a keringő ritmusa. Tudom, hogy mire a koncertnek vége lesz, nem csak a fejem fog nagyon fájni, hanem a hátam is, és mind a két karom is. Behúnyom a szemem. Erősen fogom a kábelt és a csavarhúzót. A Hátam mögött ilonkanéni a táncról magyaráz.